Sziasztok, én vagyok a vicces ember az internetről, más néven az ágy alá befekvős ember az internetről, és ma, mivel nagyon sokan kértétek, megmutatom nektek, hogy hogyan kell horkolni. Az előző videómból már megtudhattátok, hogy hogyan kell aludni, egy régebbi videóból is, hogy kell levegőt venni, de mi van, hogyha a kettőt kombinálod, és alvás közben veszel levegőt? Ne próbáljátok ki otthon, ez a videó csak a szórakoztatás kedvéért született. Nézzük meg, mi történik, ha egyszerre alszol, és lélegzel. Intro. A horkoláshoz az első lépés, hát mielőtt elkezdjük, vannak könnyítő tényezők, hogy könnyebben horkolj, érdemes dohányozni, elhízni, és bármi ilyen lágyszálpadlás, izmait elnyesztő tevékenységet folytatni, például dohányzás. Fontos az is, hogy sok párnát használj. Háton a legkönnyebb horkolni. Minél több a párnád, annál jobban így van a fejed, és annál könnyebb lesz horkolni, úgyhogy ide rakok még egy párnát. Így már készen állunk a horkoló pozícióra, és mikor levegőt veszel, fontos, hogy ne a szádon vedd. Vagyis hát a szádon is lehet igazából. Ha a szádon akarsz horkolni, akkor egy olyat kell mondani, hogy k, mintha azt mondanád, hogy k, csak úgy tartod a nyelvedet, hogy és így, ha kifújod a K betűt, akkor egy kinti horkolás lesz, ha beszívod, akkor már egy benti horkolás. Tehát most próbáljuk együtt. Most, ha már sikerült a horkolás, próbálhatjuk csukott szájjal is, ez egy kicsit nehezebb, de hasonló módszerrel kell ezt is. Úgy kell, hogy egy K betűre rakod a nyelved, és becsukod a szádat és a szemedet, és levegőt veszel. Nem szabad túlzásba vinni, mert az köhögést idéz elő. Egyébként küldjétek el ezt a videót horkoló ismerősöknek. Végül, és nem utolsó sorban, a legjobb horkolást mutatom be nektek. Ennek is van még egy javított változata, ahhoz kell egy zsebkendő. Ez egy zsebkendő, nem egy WC papír. Ehhez kifelé fújásnál nem a K betűt kell mondani, hanem az, hogy mintha azt mondanád, hogy hó pityi pityi pű. Ehhez el kell képzelni, hogy egy kisegér vagy egy odúházban, vagy egy Grimm mese részvevője. Szóval a belélegzés horkolás és a kilélegzés fütyülés kombója az így hangzik. És hogyha még jobban akarod, akkor ide rakhatsz egy zsebkendőt, és akkor az már nagyon vicces lesz. Amit láthatjuk, ahogy horkolok, így a zsebkendő felrepül. És ez nagyon komikus látványt kelthet azoknak, akik veled együtt aludnak. Jelöld meg azt, akivel együtt alszol, és ezt a komikus látványt szívesen megmutatnád neki. Írjatok még ötleteket, milyen videókat csináljak. Találkozunk a következőben. Sziasztok!